Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjenek az Erősek, de te nem tudtál róla című karakterek. Már csináltam egy videót az Equinoxról, szóval ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ugorjatok el a csatornámra és nézzétek meg. És ha már ott vagyok, akkor iratkozzatok föl. És most jön a Hydroid, ugye? Amikor én elkezdtem Warframe-ezni, már jó pár évvel ezelőtt, akkor mind azon gondolkodtam, hogy melyik legyen az a második karakter, amit kiválasztok. És az a másik karakterem végül a Loki után nekem az ember lett, egyszerűen azért, mert nagyon tetszettek a képességei, ezek a tűzképességek, annak ellenére, hogy akkoriban még elég gyengus karakternek számított, és később, hála Istennek, egy kedves nézőmnek és későbbi játéktársamnak kaptam egy ember Prime-ot, aminek nagyon-nagyon örültem. És ez mind nagyon régen volt, de amikor kerestem azt, hogy melyik legyen az a következő karakter, amit ki fogok farmolni, rögtön nekem a Hydroid volt a választásom, egy gondom volt, hogy Master Rank 5-től lehetett érte menni, úgyhogy az első dolgom az volt, hogy lerásoltassam magam Master Rank 5-ig minél gyorsabban érjek, mert nekem kellett a Hydroid. Egyszerűen azért, mert tetszett, hogy tócsába megy, tetszett, hogy egy ilyen hullámot generál második képességnek, és az ultia is tök tetszett, mert nem tudom, egyszerűen a Tentacle Porn engem megfogott, ennyi. Nos, gyakorlatilag ez volt, ami így vonzott nagyon a Hydroid felé, és amikor kiderült, hogy úristen, tehát hogy vékor hacket kell legyőzni mindezért, egyszerűen macera volt. Főleg az, amikor így tudatosult benne, hogy nem lehet sebezni akárhol, csak a pofáján, és nekem csak egy lokim van, érzek, ami nagyon jó. Emberrel egyértelmű, hogy nem tudtam oda bemenni. Volt egy lokim, és hát értitek, amit akarok mondani. Na, szerencsém volt, amikor néha betalált egy Nova velem oda, és akkor könnyebb volt kifarmolni, de szerencsére nem kellett túl sokat farmolni, megépítettem a Hydroidot, boldog voltam, és így használtam, és így azt mondtam, hogy bassza meg, ez a karakter nem jó semmire. Tehát fogtam, és úgy ahogy van, beraktam a polcra, és elkezdtem más karaktereket kifarmolni, amit a Warframe közösség jónak indikált, és hát a Hydroid nem volt közöttük, az az igazság, és mindaddig a polcon is maradt, amíg ki nem derítettem, ugye, hogy van neki egy olyan augment módja, hogy Pilfering Swarm, és amíg nem lett meg a Necros, az hozta vissza a kedvemet a Hydroidhoz, hogy legalább farmolni lehet vele nyersanyagokat alacsony szinten, és az már így boldogított, hogy nem potyára farmoltam ki, és itt volt az első lépés, hogy ugye nem potyára. A Pilfering Swarm a Hydroidnak egy olyan augment módja, ami rettentő mód tud segíteni a Hydroidon, és jóvá tudja tenni, amiatt, hogy alacsony szinten gyorsan nyersanyagokhoz juss el, és ne legyen vele sok gondod. Aztán később megszereztem a Necrost, ugye, és akkor a Hydroid megint felkerült a polcra, és már nem tudtam vele mit kezdeni. És hogy őszinte legyek, tehát én úgy gondolom, hogy a Warframe egy olyan játék, amiben, hogy egy kicsit a karakterekbe kicsit belemerülsz, és úgy, nem úgy XP-zed őket, hogy elmész Beretiájára, elmész Akkádra, vagy régen Drakóra elmentél, nem úgy XP-zed ki a Warframe-eket, akkor megtanulod a Warframe-eknek a gyengéjét, és ez nincs másképp a Hydroiddal is, tehát hogyha elkezdesz a Hydroiddal játszani null formával, akkor rájössz, hogy hol vannak a gyengeségei, beleraksz egy-két formát, ügyelsz arra, hogy itt volt a gyengesége, akkor ezen javítok, és ahogy haladsz a játékkal, ahogy XP-zed ki, úgy rössz rá, hogy mik a gyengesége, és próbálod kiiktatni, és ezt csináltam én is a Hydroiddal, és végül egy fantasztikus, hogy mondjam, karakter lett belőle. Formulás alacsony szintre, farmolás über magas szintre, és solo survivorre is, egy Hydroidról beszélünk, solo survivor Hydroidról, tehát értitek a iróniát a dologba, mi fasznak vigyelsz egy survivor egy Hydroidot, amikor ott az inaraszod, érted, és tudjátok, mikor jöttem rá, hogy a Hydroid kurva jó például a survivorre, volt egyszer négy srác, random kerestek még annó T4 survivorre egy Hydroidot, és mondom, ezeknek mi bajuk van. De hát ezt úgy voltam vele, hogy ha nekik Hydroid kell, akkor én Hydroidot fogok vinni. Hát én nem értem, miért nem egy Necros volt jó, hogyha farmolni kellett nyersanyagot, miért nem? De ők kértek egy Pilfering Swarmos Hydroidot. Hát akkor jó lesznek, itt van Hydroid, el is mentem szépen, és természetesen, ahogy ez várható volt, az első 10 perc után a Hydroiddal arra fókuszáltam, hogy túléljek, nem arra, hogy farmoljak gyakorlatilag, és ott kénytelen voltam ugye kidolgozni azt a játékstílust, azt a mozgáskultúrát, képességhasználat kultúrát, ami elősegítette azt nekem, hogy a Hydroiddal T4
Teenage Survivor-on másfél órát kibírjak, mert ezek nem voltak hajlandóak kimenni. Na most, természetesen, vagy a modolás nem volt megfelelő, hanem inkább formolós volt a modolás, így természetesen egy óra környékén már elkezdtem esni kelni, mert a tócsa se bírta olyan jól, meg én se bírta olyan jól. Furcsa volt ez a közeg, mert nem arra modoltam be a hidroidot, és nem, tehát teljesen össze volt a zavarodat, de ott, amikor Teenage Survivor-on kibírtál, tehát a jelenlegi Mod Survivor, tehát a Void Mod Survivor, az a Teenage Survivor, mondjuk a mostani egy kicsit keményebb, de amikor ott kibírtál egy órát régen, egy hidroiddal, ami nem arra volt tervezve, hogy Survivor, akkor rájöttél, az meg, hát micsoda potenciál van ebbe a karakterbe, csak egy kicsit alakítani kell rajta. Úgyhogy gyorsan bele is pakoltam a megfelelő mennyiségű formát, és bemodoltam különböző ágazatokra, és később idővel, mostanra elérkezve megjelentek újabb modok és újabb lehetőségek, a játék változott egy olyan irányba, hogy egy ilyen karakter is, mint a Hydroid, ki tud emelkedni a tömegből teljes mértékben, bizonyos modoknak köszönhetőek, mint például az Energy Conversion. Nos, és mindezeket összekombináltam, és srácok, elhoztam nektek három fajta modolást, egy alacsony szintű farmolósat, egy übermagas szintű farmolósat, ami a 30 level plusz egészen 70-ig megállja a helyét, azt kell mondjam, ez így letesztelve, és egy survivor, nagyon erős survivor modolást, szintén letesztelve egy óra pluszra tervezve a mai Warframe-ben bárhol. Gyakorlatilag Infested, Greenir, Corpus megállja a helyét. Természetesen a Nullifier-ek a Corpusnál, mint minden karakternél némi akadályba ütköztetik, de ez lenne a legkisebb gondja, de így letesztelve és nagyon-nagyon boldog vagyok velük, hogy ezt megoszthatom veletek, úgyhogy nem is húzom nagyon tovább, jöjjön Hydroid moduláson. Nos, ami hidrid modolását tekinti, elég durva modolásokat találtam ki, legalábbis nekem nagyon fekszenek. Az első az egy ilyen általános, alacsony szintű farmolós, mondjuk így. Gyakorlatilag arra van, hogy ilyen level 30-ig el tudjál menni vele nagyjából. Level 30-nél az ultia még megöli az enemit, tehát ki tudod őket farmolni. És amit látjátok, ráfokuszáltam arra, hogy legyen power efficiency, egyértelmű, mert folyamatosan spameled az ultit. Másrészt azért jó, hogyha van egy kis power efficiency, mert hogyha már a társaid úgy döntenek, hogy tovább maradnak, mint level 30, 40, 50, 60, 70-es enemikig elmegy, akkor te tudod, hogy biztonságban vagy a tócsádban, mert ott nem ér téged sebzést, és sokáig fent tud tartani magad energiával. És hogyha netán van egy lifestrike-os kardod, akkor ugye lemész tócsába, belesik az enemy, kijössz a tócsába, pif, azonnal lifestrike-hoz visszamész tócsába, és el van intézve című történet. Nos, ezért magasabb az effektivitás. 190 erő, ugye egyértelmű, level 30-asokat még megöli nagyjából, de ennyi. Az egyik legjobb döntése az volt talán, hogy az aura módját rejuvenation-re konvertáltam a hidroidnál, tócsában vagy töltődik az életed, és ez hatalmas előny, azt kell mondjam, tehát ha nagyon nagy a gáz, játszol a társakkal, lemész egyszerűen tócsában, megvárod, hogy feltöltődjön a shielded, és voilà. Hamaros a hidroidra fogok adni fegyver tippeket is kivételesen, tehát hogy milyen fegyverre gondoljunk hidroidnál, hogyha arról van szó. Nos, a következő config az a level 30 plusz level olyan 70-ig farmolás build. És itt még kis kiegészítő kell, hogy legyen, mert még egy forma bele kell menjen szerencsétlen hidroidba. Amint látjátok, hasonló a build. A egyetlen egy különbség az egészben, hogy van egy energy conversion-on, amit cefalon szudától tudtok kivenni a relay-eken, bármelyik relay-en. Energy conversion azt jelenti, hogy 50%, hogyha fölveszel egy energy orbot, akkor 50% erőt átkonvertál a következő erő elkapcsolásnál. Tehát felvettem egy energy orbot, elnyomom az erőt, extra 50% erőt fogok kapni még arra rá, mint ami van. Tehát most 175% erő van, ennek az 50%-át adjátok hozzá 175-höz, és kijön a teljes összeg. És miért mondom, hogy kell még egy forma ehhez az egészhez? Azért, mert hogyha beleraknám még a Power Driftet, akkor 190 erőt érnék kell, az gyakorlatilag majdnem 300%-os erőről beszélünk itt. Kurva nagyot sebez így az ulti, de mivel nem raktam bele még egy formát, mert annyira izgatott voltam, hogy ezt megmutassam nektek, így aztán
várat még magára az egy forma, és ugye itt a Pilferings form, természetesen a Power Range a 100-on maradt, kivételesen azért, mert tök mindegy, hogy hogy kapcsolod el, hol kapcsolod el a hidroid ultiát, mindig az enemit fogja eltalálni. És az enemi többnyire így becsoportosul egy idő után, egyre többen vannak, becsoportosulnak egy helyre, így ezt mondjuk szerint elnyomod, és mindig enemit fog találni gyakorlatilag. Natural talent egyszerűen csak azért, hogy gyorsabban történjen ez magas szinten, mikor már magas szinten vagy, akkor szükséged van arra, hogy gyorsan reagáljon a karaktered. Tehát, hogyha az animáció elhúzódik, hogy fél óráig kapcsolja el az útit, meg fogsz halni. Ezért a natural talenttel egy kicsit rásegítünk, hogy gyorsan reagáljon, de így sem az a karakter, amivel meg akarsz állni egy helyben. Van egy kis effektivitásunk, hogy a tócsában is tudjunk lenni, vigor, hogy kibírjuk azt az egy-két ütés, lövést, gázt, és a rejuvenation ugye egyértelmű, hogy itt is, és későbbiekben még egyet formázok rajta, hogy legyen négy formás, és akkor mehet bele a Power Drift, hogy meglegyen az a 300%-os erő majd, hogy nem. Nos, a C-config az egyik legdurvább, amit tudtam csinálni, és az egy ilyen Survivor build, és most itt jön ki, tehát az, hogy a Hydrate a legkevésbé használt karakter, értitek? A Warframe világán belül kurva nehéz megszerezni, és a legkevésbé használt karakter, és ezzel ha egy ehhez hasonló buildet csináltok, ahol erre fókuszáltok, hogy ilyesmi duration, ilyesmi effektivitás, ilyesmi range legyen benne, akkor kurvára túl fogtok élni abban a bizonyos Survivor játékokban, Hydroid-dal, értitek? Hydroid-dal egy Survivor-en. Nos, Primate Flow, hogy legyen energia a tócsához, egyértelmű, Rage, hogy mindig legyen energia, ezért a Zenurik kizárva, tehát mehetsz bármelyik iskolával, a Rage kisegít egy kicsit. Értitek? Tehát nem feltétlenül Zenurikra. Az A és B config Zenurik, oké. Okay. De a C config az úgy nagyjából átversen mindegy, mivel vigyed. A quick thinking nekem az életemet annyiszor megmentette, tehát az, hogy van 425 energiám, és beüt egy halálos lövés egy bizonyos szint után, a quick thinking megfogta. És akkor, amint megéreztem, hogy a quick thinking ugye megállította a halálos lövedéket, azonnal lementem tócsába, Rejuvenation azonnal elkezdett tölteni, estek bele az enemik, és ahogy kijöttem Dócsából, azonnal Lifestrike-oztam, vagy Hirudo, ha már itt tartunk, Hirudo, vagy Lifestrike-ozol egyet, és gyakorlatilag fel van töltve az életed, mehetsz tovább. És egy másik rettenet fontos mód, hogy meglegyen, az a Handspring, kérem szépen. Hogyha handspringet berakod, egyszerűen annyira kötelező neki, elesik és fél óra neki, amíg beáll, és amíg lenyomod a gombot, hogy utána még le is menj tócsába, addig lelőnek. Tehát az idő, amint elesik a hidroid és föláll, és te megnyomod a hármas, hogy lemenjél tócsába, az rengeteg, az annyi időt leülik. Ezért a handspring gyakorlatilag segít azonnal reagálni eseményekre, hogyha netán a hidroidot kiütik a lába alól. Egy kis continuity, hogy a kettes képessége kimentsen a szarból, mert nagyon hasznos tud lenni. Stretch, hogy a tócsa egy nagyobb felületet tudjon elfogni, többen nem itt tudjál elnyomni. Vitality egyértelmű, és egy érdekes mód, amit kevesen használnak, az a Coaction Drift, Aura Strength és Aura Effectiveness, hogy a Rejuvenation jobban működjön, gyorsabban töltsön, és a többi. Srácok, ez lett volna a Survivor Build, én ezt tényleg ajánlom meleg szeretettel, és ez, ami a jelen hidroidot megéri kifarmolni, igazából azzá teszi, tehát hogyha már kifarmoltad, ne üljön ott a polcon, hanem lásd, hogy tud ez a karakter nagyon is jó lenni, hogyha akar. Srácok, ennyi lett volna, remélem tetszett, dobjatok egy lájkot, ha igen, iratkozzatok fel a csatornára következő videóig, sziasztok!